Szép jó estét mindenkinek, hölgyeim és uraim, inkább uraim, gondolom én. Ja, itt vagyunk a Sim Racing Company. Na, mindjárt megmondom, hogy mi történt velem. Itt vagyunk a Sim Racing Company vasárnapi Mount Panorama harmadik GT3-as bajnokságának a harmadik versenynek a BT ülésén. Ez egy nagyon-nagyon rövid BT ülés lesz. Egyrészt már nincs hangom. Benyestem valamit, és idézőjelben a halálomon vagyok. Fú, de ez jó lesz, Ricsi. Ja, és itt van velem egyébként Ricsi, kollega. Sziasztok. Szia, Ricsi. Szóval... Gyorsan, tehát a vasárnapi Mont Panorámai versenynek a BTV-lését tartjuk meg ma, Dani, hát mondjuk úgy, hogy... Én haldoklok, idézőjelben. Katasztrofális állapotban van a hangja. De én sem vagyok sokkal jobb állapotban. Igen, valami pedig bakteriális szart benyestem, úgyhogy ma meg holnap a jól megérdemelt betegszabadságomat töltöm. Üröm az örömben, vagy hogy szokták mondani, hogy legalább lesz a időn frissíteni egyből az eredményeket. Szóval valakinek ez jó, valakinek ez szar, nekem szar. Mert közben majd megpusztulok. De... Vicces az, hogy most körülbelül egy 10-15 perce beszélgettünk előtte, és semmi baj nem volt. Most jött rám ez a stream gombnak a hatása. Már ettől kinyom az én hangomat, és egy rohadt nagyot fogok köhögni most. De Ricsi, te fogod hallani. De jó nekem. Na, itt talál. Ah, jó van. Megoldottam. Dani visszatért. Jó, hát ez nem ebben a műsorban való, de most feljött minden, aminek fel kellett jönnie. Na. Szóval, vasárnap. Viszont kezdésnek így gyorsan lelővem, vagy hát szeretném lelőni a poént, és egyben megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a mezőnynek, mert annak ellenére, hogy mi itt nagy dzsihádot meg mindenfélét vártunk, és remegő térdekkel, újakkal, mindenfélével indítottuk el a szervert és hasonlókat, ehhez képest egy nagyon jó kis futamot láthattunk, nyilván nem volt hibátlan, hibák mindig lesznek, meg láttuk azért, hogy volt, amikor kisebb-nagyobb dugók alakultak ki a hegyen, de nagyon jól megoldottátok, úgyhogy nagy tapsár mindenkinek, és így van. Örülünk, hogy ez így sikerült. Tartsa meg a jó Isten a szokásatokat, és a következőkben is hasonló mód versenyzést kívánok nektek. Ez klassz volt, és örülünk neki, hogy rácáfoltatok a várakozásainkra, és sokkal jobb verseny volt, mint számoltuk. Hát ez egy nagyon jó verseny volt, főleg az első kör. Ugye itt mindenki beprognosztizálta azt, hogy itt dzsihád lesz, és hogy alig fognak célba érni. Köztük mi is, egyébként mi is úgy voltunk vele, hogy tudjuk, milyen mond panoráma, faltól felig autózás, valaki forog, akkor már tömegbaleset. De ehhez képest az első körben meg fogjuk mutatni, semmi nem történt. Annyira szépen eljött mindenki, mind a 44 versenyző, hogy egyszerűen ez nagy könyvbe illő, és szerintem mindenki büszke lehet saját magára, aki itt már indul, vagy aki ott elindult, mert ezt nevezzük ligázásnak, amikor tényleg nem public szerózunk, és így elrajtol mindenki, úgyhogy én azt mondom, hogy át is kattintok, és ha bár semmi nem történt, de azért ezt mi úgy vagyunk vele, hogy nem csak a rosszat mutatjuk meg, megmutatjuk a jót is. Nem tudom, hogy minek köszönhető ez annak, hogy Ricsi, nem álltottuk át ezt a szellemes képet, nem, na mindegy. Minden autó így folyik az éterbe, ezt nézzétek el most Daninak, múltkor elfelejtettük, pedig jól kifikáztuk, amikor néztük vissza a múltkor. Na mindegy. Volt egy boxból indulásunk, nem tudjuk, hogy mi lehetett az oka. Elméletileg bug, de bármi lehet. Nem általunk kiosztott bármi miatt indult onnan az illető, úgyhogy ezt innen sajnáljuk, meg lehet egy részben jobb is, mert így kimaradt volna, hogy előtt volna bármi. Az első kanyartérként még úgy voltunk vele, hogy szerintem azt mindenki túl, és ugye itt a hegynek fölfele, illetve a hegyről lemenet volt a kérdéses dolog. De... Még a fölfelé, ugye, hogy a lefelé szerintem izgalmasabb vagy veszélyesebb, fölfelé talán kisebb a veszély, de rá lehet cáfolni. Volt ilyen egy-két kisebb kocs erre-arra, de nem láttunk semmi ilyesmit. Hát ez 43-4 versenyzőnél óra se érdemes. Tehát az igazság, így kell eljönni.
És ez jó lenne, és megállított, ez jó lenne, hogyha egyébként, most nem tudom, minek köszönhető ez azért, mert mindenki annyira félt, mert tudta, hogy nem hibázhat, mert nincs bukótér, és inkább mindenki türelemmel volt, és senki se próbált meg előzni, vagy. Tehát gondolom, ennek is volt ez betudható, de tök külön, hogyha ezt megtartanánk a következő versenyekre is, lásd, a következő az Monza lesz, ugye, és tudjuk, mi az első kanyar. Tehát jó lenne, hogyha ezt megtartanátok a következő versenyekre is, mert hogyha tényleg ez így fog folytatódni, akkor egyértelműen azt mondhatjuk, hogy és most nem is azért, mert hogy licensz vagy nem licensz, szerintem ennek nincs is köze hozzá, mind egyszerűen csak végre úgy látszik, hogy a fejekbe nagyjából megérik az a gondolkodás, amit szeretnénk, hogy megérjen. No, de. Igen, szerintem türelem is, és ahogy Milán is írja, a tisztelet is meg volt talán neki részéről, úgyhogy tényleg figyeltetek egymásra, és jó lenne, hogyha ha nem csak ilyen nagyon kihegyezett körülmények között lenne ez meg, hanem nagyjából mindig, meg akkor is, hogyha kicsit több a hely a pályán, előnyére válik abszolút a dolognak szerintem, hogy adott esetben az ember készül egy 75 perces futamra, és nem a felvezető kör utáni harmadik kanyarban nyom rá idegből az escape gombra, és vágja a földhöz a dolgokat, aztán megy inkább csinálni, mert estelen mondjuk végig tud menni. Vagy legalább saját hibájából dobja el, és nem azért, mert valaki más meggondolatlan volt, úgyhogy frankó volt. Igen, én amikor leültünk ide, a lefelét is. Hétfőn Ricsivel megnézni, én nem is akartam elhinni, hogy jól látom, de akkor kicsit részletesebben elemeztük ki, mert kanyarról kanyarra mentünk, most nem fogunk kanyarról kanyarra menni, de a lényeg így is látható. Semmi nincs. Tehát egyszerűen... Konkrétan annyira eseménytelen volt az első kör, hogy Dani a mókusokat kereste a fák között. Ja, igen, volt egy olyan rész. Tény és való, hogy az operatőri munkájával adódóan a kamerával kicsit eltévedt. Itt volt egy kisebb probléma. Ja, ez itt tátva is maradt a szám, de nagy dolog ebből nem lett. Annyi, hogy Szabó Laci elmérte a féktávot, azt hiszem Szabó úr volt az. Igen, én is úgy emlékszem. Itt, puff, és éppen, hogy nem ment neki a Bentley, hogy nagy szerencséje volt, talán Csakonyi Ferének, ha jól emlékszem, neki van ilyen festése. Lexus, de... Ja, bocs, igen. Lexus. Úgyhogy... Viszont amit ezzel az esettel kapcsolatban kiemelnénk, hogy egyrészt elméletileg kapunk egy visszajelzést, hogy a felvezetőn valaki kiverte a táblákat. A markereket. Hát, ja, nem volt tőle szép dolog. Jó tanács viszont, hogy ne mozgó objektumokhoz, vagy mozgatható elemekhez nézzetek sose fékpontokat, vagy referenciát, hanem mindig valamilyen X dologhoz, amit nem lehet elmozdítani. Illetve, hogyha így elfékezitek, akkor mindig kifelé meneküljetek a kanyarból, és ezt jól tett a Laci is, mert itt nem találtál senkit. Úgyhogy ennyi volt az első kör. Talán ilyen még nem is volt az SRC történetében. És én egyszer reménykedtem benne, hogy eljön ez a nap, amikor az első körben tényleg semmi nincsen, egy árva koc se. Azt már nem gondoltam volna, hogy Mont Panorama lesz az a pálya, ahol ez meg fog történni, úgyhogy mindig vannak meglepetések. Hát mondjuk ezt húzáson kocok azért voltak, hát, de tényleg. Mivel álljából adódóan is egy kicsit úgy volt, hogy nem vagyunk ennyire szorszálasogatóak, meg azért mondjuk úgy, hogy még talán tapasztalt pilótáknak is sokszor meginog az autó, itt ott volt, hogyha a rossz pillanatában kapja el az ember, de... No, de ugye az első kör az ennyi volt, és akkor azt mondom, hogy nem is húzzuk az időt tovább. Nincsen sok esetünk. Uraim, pontosabban 5 esetünk van, abból az utolsó az nem lesz érvényes, mert kedden jött, de be fogjuk mutatni. Tehát igazán, de 5 esetet fogunk megvizsgálni. Tehát ez valószínű, hogy azért ugye a közvetítés alatt azt láttuk, hogy több baleset is volt, de inkább annak örültünk, hogy olyan balesetek voltak, hogy önhibájából eldobta a versenyző az autót, és akkor ezek után következett. Tehát ugye a pálya követelte áldozatait. Hát igen, hogyha hibáztok, akkor az így szervező oldalról egy picit mindig megkönnyebbülés, hogyha nem bíztek magatokkal még valakit. Meg hát szerintem azért versenyzőként is jobb, hogy tudod, hogy a saját hibádból nem tetted tönkre másnak a versenyt. Reflektálva a chatre, hogy igen, azt tudom, hogy azért az nem egy olyan
inger gazdag része a pályának, ahol olyan könnyen lehet másik referenciát választani a táblák helyett. Igen, ilyenkor jön a sok gyakorlás utáni nagyjából belövöm, aztán kicsit akkor, ahogy esik, úgy puffan, de többségében azért megoldottátok jól, úgyhogy. És akkor jöjjön a legelső óvás, amin röhögtünk egy nagyon jót, úgyhogy ezúttal is köszönjük Csökönyi Ferinek ezt a nagyszerű óvást, ugyanis Csökönyi Feri, a képen látható Lexusos, megóvta a Kunoszt. Igen, a Kunoszt óvta meg. Sajnos büntetni nem tudjuk a Kunoszt. Kunosznak de... első körben jár a 3 büntetőpont és a 15 másodperc. És 500 000 forint a fizetés az SRC felé, így van, egy hete van befizetni, úgyhogy innentől egyébként is... Egyébként én már nem bedzegettem még felé, de már gondolkoztam rajta, hogyha a jövőben is ACC, már pedig miért ne, akkor következő szezonra lehet, hogy egy manuális rajtot kipróbálhatnánk. Talán úgy érzem, hogy érett rá a mezőny, hogy nem kell mindenkinek a megfelelő kis boxával benne lenni, hanem úgy rendeződnek az autók, ahogy ők szeretnék, és olyan tempót diktálnak, azt hiszem még az sincsen korlátozott, ezt majd megnézzük, mert sajnos ez az én tudatlanságom még ezen a téren, de lényeg, hogy nem a gép által ilyen UI vezérelt rajt, hanem hogy mindenki kvázi magának rajtól. Meglátjuk, hogy tesztelgetjük majd, és akkor kiderül, hogy szeretnénk ezt használni, vagy sem, de most jelenleg ez a rendszer, sokszor sokat rajtoltatok már így, hogy megnézzük az esetet, és igen, akkor ezt azért kiderül, mondja Ricsi, ezt azért mondja Ricsi, mert ugye Csökönyi Feri megóvta a Kunoszt, hogy a felvezető kör alatt kapott egy box áthajtásos büntetést, és hogy nem érti, hogy miért, amikor betartott mindent, meg a boxában ment, stb. Most azt mi nem látjuk itt, ugye, azt nem, de visszanéztük. Itt fognak ráfordulni, célegyenesre, mindjárt be is állnak. Itt. Ezt nem tudjuk sajnos most megállapítani, de elsőre úgy tűnt, hogy az Ambrus Péterhez képest, mint hogy egy kicsit nagyon, nagyon előre lenne, de lehet, hogy nem előrébb van. Mögötte kellett volna lenni az Aston Martinnak, és majdnem egy autó nyilván előtte van, tehát hát nem tudom, hogy meg. Ja. Úgyhogy lehet. Mögötte kellett volna lenni, mert Ambrus Peti lett volna a 18. a 9-es Aston Martinnal. Úgyhogy lehet, hogy ezért büntette a program, mert előtte volt a Csökönyi Feri. Előfordulhat. Valami nem volt stimmel most, vagy tényleg szabályos volt a büntetés. Vagy egy Kunosz bugról van szó, azt nem tudom, de most ezzel nem fogunk mit tudni. Szerintem alapból már, amikor felvezetőn volt, akkor nagyon ennek a zónának az elején volt, és amikor átváltotta ugye a 70-nel lehet menninél, ugye akkor szokás, hogy egy kicsit nagyobb gázt ad az ember, és egy pillanatra gyorsabban megy, mint a 70, aztán visszalasít a 70-re. És hogyha ilyenkor túlságosan sokat gyorsítasz, vagy már alapból nagyon elő voltál, akkor utána megesik az a dolog, hogy kivülesel ebből a zónából, és akkor nem lesz jó. De hát egyértelműen látszik, hogy előrébb van, mint az Aston Martin jóval, holott inkább mögötte kéne legyen, úgyhogy valószínűleg ez lett a probléma. Közben Vitka is megérkezett a csatra, úgyhogy ezzel nagyon egyébként nem tudunk mit kezdeni, szerintünk nem volt bug, vagy így a videó alapján úgy néz ki, hogy nem bug. Mindenkinek magára bízzuk, sajnos ettől függetlenül a DT-ben nem tudunk mit kezdeni, és kvázi jogos volt a így videóról visszanéző a dolog, úgyhogy vigyázzatok nagyon a rajtnál, mert azért össze lehet szedni, hogyha az ember egy kicsit figyelmetlenebb. De az óvás ötlet az nekem nagyon tetszett, hogy a óvót fél, Kunosz ezt betalált. Na, menjünk tovább. A következő versenyre eltítjuk őket. Így van. És akkor nem lesz futam. Szóval... Nincs futam, nincs baleset. No, 13.44, Ducsai Norbert esetét fogjuk nézni. Ugye ez már nem első körös lesz. Második körös. Elég egyértelmű eset lesz. Nástor Márkán Ducsi Norvi előtt, ha jól tudom. Így van. Hát szegény Márk ezt megszívta, pekhes volt, meg a Norbi is elnézte. Sokan múlt. Kár volt, hogy egy picit hamar engedte fel a féket talán, és
utolérték a nyancsús ponttal a Lambót. Sajnos egyértelműen a BMW az, ami hibáztatható, úgyhogy Ducsai Norbinak adtunk is ezért a megmozdulásáért 2 büntetőpontot és 10 másodperces időbüntetést. És... De a festésed, Norbi, még mindig gyönyörű. Hát, jó. Ez csak egy ilyen. Ezek úgy látszik, ez a Red Bullos ilyen agresszív vezetés, akkor ez így átgyűrűzött, úgyhogy... Következő delikvensünkre ugrunk, hasonló lesz a sztori, azt hiszem Kovács... nem, ez Robi. Két Kovács R-ünk van. A Ferrari-t keresd, a 420-as, azt hiszem. Nem, 42-es. 42-es, és a 35. helyen volt kb. Hogy tudod? Hát én láttam már itt közben csak. Kovácsicsi, de nem a jelenlévő Kovácsicsiről van szó, hanem egy másik névrokon. Azt mondja, 16-47. Ugye Kovács Ricsi, előtte Füzi Barna. Füzi papa. Hát hasonló. Az egyiküktől egy picit korai, a másikuktól egy picit késői és sikeresen. Bármelyik nem is mondani feltétlenül korainak a mencés féktávot. Féktáv, vagy a szélárnyékból nem állt meg olyan jól a Ferrari, aztán nagyon fölöklelte fölfelé a hegyre, ezért a megmozdulásáért is hasonlóan az előzőhöz 2 büntetőpontot és 10 másodperces ajándékot tudunk osztani. Így van, és akkor a következő... Kovács Zsihárnak. Így van. Tisztázzuk, azért legyünk pontosak. Akkor a következő, ezt jelöltem be magamnak, mert nagyjából egyébként itt megállapodtunk kicsivel, de kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond, meg azért is jelöltem, mert úgy voltunk vele, hogy még alszunk azért egyet-kettőt. Ez egy kicsit érdekesebb az eset. Mészáros Gábor itt van. Itt egy nagyot ugrunk az időben. 50. percre. Itten. Hát itt szegény Füzi Barna újra áldozat lett. Ugye Mészáros Gábor a narancssárga Astonnal, előtte pedig Füzi Barna. Nézzük. Jó, hogy tudja a kigyorsítás, szélárnyék, meg lesz a tempó különbség nagyjából mellér, és akkor itt kvázi elfogy a dolog. És itt inkább Füzi Barnát is mutatom, hogy kiforgott a második. Itt még nem, itt még tudott volna menni Füziban, és itt ez nem kellett volna. Mészáros Gábortól. No, mi történt? Igen, ezt nézzük több részletében, mert azért nem... Az egyértelmű, ugye, hogy... Itt mellé ér, tehát hogy itt nincs kérdés. Itt nem tudom, hogy Barna talán későn észlelte az Astont, vagy csak nagyon agresszívan szerette volna rácsukni. De van helye. És az van igazság, hely, hogy... abszolút. Nem, félre, ne értsük félre. Nem volt rossz a mozdulat, sőt, egész amennyire 3280-nál sok a hely, de hogy maradt hely. De ugye az Aston Martin rákényszerült a kerékvetőre, ami ugye megdobja az autót, és akkor minden indul ki az egész, hogy ugye azért ez egy elég hepehúpás része a pályának, és elkapta az Astonnal Gábor a kerékvetőt. És akkor innen szerintem egy picit lassítva nézzük, hogy legyen időnk szépen megnézni, hogy mi miután történt, vagy hogy történt. Igen, hát ugye itt helye az, sőt én még egy olyat is beleláttam, de azt lehet csak én képzelem be, mint itt Barna kicsit balra rántotta volna az autót, hogy észlelhet, hogy ott van mellette a Gábor, és akkor, de nézzük meg gyorsan ezt a Barnának a mozgását. Én legalábbis azt látom benne, hogy lehet csak a törés miatt, nem tudom, de mint hogyha Barna, hogy kicsit nyitott volna, hogy helyet hagyja. Feltétlenül. Annyi, hogy szélesebben fordul. Nyilván, mint az ideális, mert ugye el kell férjen mellette az Aston. Ha itt Gábort megdobja a rázókő. Oké, hát azért megy neki.
Tehát megdobta a rázókő estimmel, és itt ezt a igazából a másik ütközést kéne nézni. Az első még egész jó volt, tehát hogy az a legrosszabb, amikor ilyen kormány mondjuk az autó, és most nem Gábort bántva, vagy bármi egyéb, amikor megijedtek, és utána túlreagáljátok az autónak a mozgását. Ez szerintem tipikus példája volt ennek az ijegységnek, hogy a korrekció akkora lett, hogy utána egy ilyen pendulumozott az autó ide-oda. Mondjuk benne van az is, hogy utána lehet egy kicsit a fűre. És akkor itt volt az a részem, amiatt utána mi a döntést hoztuk egy picit, hogyha visszamegyünk, akkor látjuk majd és a kormány mozgást figyeljük, picit ha lassítjuk, akkor egyértelműbb. Ugye itt látszik, hogy csúnyán mondva belekormányoz Barnába, ugye megdobta a rázót, és azt próbálja megfogni. Ez ideig tök jó, itt összeértek, szerencsére a Maxi sem mozog be, viszont itt jön egy nagy ellenkormány, aztán még inkább ugye, hogy lemegy a fűre, és ez innentől problémás számunkra, hogy itt nem akart visszatérni a pálya jobb szélére, hanem keresztbe a kanyarkúspont felé kormányozta az autót. Igen, hogy ha nagyon ki akarjuk kellemezni, akkor itt ellenkormányzott jobbra az ok, és utána kinyitotta, hát egyenesbe tette a kormányt. Itt. És hát most ugye itt megint fölmerül a ha, hogy mi lett volna, hogyha teljesen jobbra kormányz, akkor lehet, hogy elkerüli az ütközést, ezt nem tudjuk meg. Meg itt most a verseny hevében lehet, hogy nem mindig tud az ember jó ítéletet hozni gyorsan, most mit reagáljon, tehát ez most így jött össze Gábornak. Az a kérdés, hogy itt ezen gondolkodtunk, hogy egyrésztről nekünk ez versenybaleset gyanús is, mert ugye megdobta rá az ő szerencsétlen, mit csináljon utána. Utána már. Úgyhogy viszont itt meg lehet, hogy jobban is el lehetett volna járni. Nem itt, ez még itt oké, hanem itt, amikor ennél az esetnél, hogyha nem teszi vissza egyenesbe az autó, de hát mondjuk akkora sebessége van szegénynek, hogy hát nem tudom. Megy már mindegy, mert egy jó 100 méterrel maradt le a féktávról, tehát hogy nagyjából itt már rég állni kéne a féken ahhoz, hogy ezt a kanyar bevegye és tempóval közik meg. Ja, én egyébként tegnap erre, és hát a versenyből esetlen vitatkoztunk, meg azon, hogy vagy hogy Gábornak adjunk egy büntetőpontot, másodpercet, mert minimálisan van-e vezetői hiba ebben, úgymond. Hát nem tudom, Ricsi, én jobban hallnék a versenybaleset felé, még ezek után is, de... Igen, az a baj, hogy letáncol a fűre is, és a fűben meg mindegy, mit csináltad, fékezd, gáztad, mint a lényegtelen, hogy össze-vissza ment volna már. Annyi jó tanács van ezzel az esettel kapcsolatban, hogy vannak bizonyos kanyarok, ahogy már előkerült a másik bajnokságban is, ahol azért nem illik, vagy nagyon kockázatos előzni. Ez még talán az a kategória, ahol ugye csak meg kéne csinálni, mert körülbelül ez az egyetlen pont, ahol jól lehetne előzni a pályán, csak van ez a hülye törés előtte. Iszonyat körültekintést kíván mind a két versenyzőtől, és pont azon a 10-20 centi múlva, hogy elkapta az asztonnak a jobb oldala a kerékvetőt, és akkor hát dob rajta, hogy itt, ha jobban belemelt volna talán a gázba, akkor lett volna esély, de itt van, amikor lement a fűre, egy kicsit intenzívebb ellenkormányzást vártam volna jobbra, mert innen már tudhat, majd nagyjából érezhette Gábor, hogy nem lesz ebből kanyarbevétel, biztosan nem, de hogy pozíció se, az is biztos, hogy talán jobbra kormányozzon jobban. Azt mondom én is, hogy miután az első hiba után kvázi utas volt az autóban, és nem tudok szándékosságot felrólni, és abban, hogy oda került annyira a pálya jobb szélére, meg picit talán benne van Barna is, bár tudom, hogy volt hely, de pláne ennyire hepeupás részen talán egy picivel több hely kellett volna ennél, és miután amúgy is Barnaé volt a belső év, kvázi egy picit feleslegesen agresszívnak gondolom ezt a nagyon szűken ráfordulást erre a törésre,
De versenybalesetnek ítélném én is a dolgot, és Maradjunk akkor versenybalesetben, mert hát én se tanulságot vonjuk le. büntetném meg tiszta szívvel Gábort emiatt, mert inkább volt utas az autóban. Hát sajnos ezek ilyen szar szituációk. Úgyhogy ezt az esetet versenybalesetnek nyilvánítottuk, illetve nyilvánítjuk. És akkor ugorjunk tovább. Hát Most olyannyira már csak azért, hogy ne legyen olyan nagyon rövid a BT ülés, mert ugye ez idő túli már, ami érkezett. így van, tehát 80. van még perc egy legeleje, vagy utolsó 81. legeleje. esetünk. Ez ugye ez tegnap érkezett az óvás, tehát szabály tekintetében megnézzük, meg elemezzük, de és ha lesz is bűnös, nem fogunk büntetést adni, mert határidőn kívül jött már az óvás, de akkor nézzük meg, hogy mi történt. Nagyon a végére ugrunk. Erre pont emlékszem egyébként, mert ezt láttuk is a streamben. Pont elkaptam a Red Bullos BMW-s Ducsai Norbi. Igazából ez önhiba volt, megcsúszott, keresztbe áll. Hát nagyon nincs mit nézni. Itt elkezd, itt hátragurul, és itt jön a neheze, hogy hogyan forduljon meg, illetve irányba. Próbálkozik, nem jön össze szegénynek. Ez a tolatás ugye az elég veszélyes, és itt gázt ad. Sirám De igen, iránt. ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen dolog. Egyrészt nagyon rossz helyen van beszorulva az autó. Ha valakinek nincsen megfelelő mindenféle technikája hozzá, hogy felfelé ott el tudjon nézni a kanyarba, hogy mi jön, erre a radar nem jó. Hát igen. Deltát érdemes ilyenkor nézni, hogy hogy jönnek a többiek körülöttetek. A másik dolog, ami még ilyenkor jó tanács, hogyha ennyire szűk a pálya és el kell fordulni, akkor érdemes, hogyha gombonként van TC gyorsan le nullára, és akkor el lehet rúgni az autónak fix, hogy keresztbe fog állni, vagy hogy meg fog mozdulni arra fel, amire szeretnétek, és akkor utána el lehet kezdeni elindulni, aztán majd visszakapcsolját. Ez nagyon-nagyon rossz Hát ez megmozdulás pekely volt Norbitól, szituáció. úgyhogy ha időbe érkezik az óvás, akkor ez mindenféleképpen a 2-10 kategória, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyébként talán több is lehetne. Ez nagyon hangsúlyosan figyelmeztetjük Norbit, hogy ilyet ne. És nem csak Norbit, senki ne csináljon ilyet, mert ez... Megnézzük azért akkor a Milán szemszögéből is. Hát igen, ő nem tudott volna sok mindent csinálni. Pont elérte Norbi. Igen, pedig még azt se lehet mondani, hogy nagyon szűken fordul bent a fal mellett, ahogy kell. Pech. Igen, úgyhogy erre figyeltek oda, hát egy Tizedmásodperc, és... nagyon rossz olyan állt keresztbe a BMW, és az tény. De most nem kap Nori büntetésével, hogy ugye későn érkezett az óvás. A Vitka látom már írja itt a kemény büntetéseket. A másik viszont, ami meg viszont Milánnak egy kicsit figyelmeztetés, hogy tuti volt sárga zászló. Igen, már itt is látszik. Tényleg körültekintően, pláne egy ilyen pályán vigyázzatok, mert sose tudhatod, hogy a következő beláthatatlan kanyarba a hat autó áll keresztbe egymás mellett, vagy csak valaki a fal mellett kullog. Így van. És az igazság, hogy akár hiszitek, akár nem, ez volt az utolsó esetünk. Tehát több buvás nem jött. Úgyhogy ennek nagyon örültünk, hogy nem is azért, Lustak mert hogy voltatok leadni hát vagy azért, vagy óvást. szerintem azért a többségnek jó versenye is volt tiszta, illetve akinek nem mondjuk, az valószínűleg meg tudta beszélni a másikkal. Úgyhogy ennek nagyon örültünk. Reméljük, hogy több ilyen versenyünk lesz. Egyrészt
nekünk is kevesebb a dolgunk, másrészt ti is nagyobb kedvel indultok el a másik versenyen. Úgyhogy ez... Következő bajnokság Mont Panorama. A hét forduló. Ezek után egyébként lehetne, igen. Úgyhogy ez mindenkinek csak jó. Ezzel mindenki csak nyer. Ezután is gratulálunk mindenkinek. Olyan szempontból nem is baj, hogy ilyen rövid lesz, rövidre sikerült ez a bétülés, és már Gergő küldi itt az ünnepléses jeleket. Igen, fél óra volt ilyen, rövid még sose volt egy bétülés szerintem, de ez nem is baj, mert legalább nem kell sokat beszélnem az amúgy sem lévő, amúgy is szar állapotban lévő hangommal. Ezt vasárnapra valahogy helyre hozzuk. Úgyhogy hát még egyszer azt kell mondanunk. Hölgyek, urak, minden versenyzőnek gratulálunk. Biztos, hogy voltak olyan nézők, vagy olyan néző, más ligából, vagy mit tudom én, akár honnan, vagy bárhonnan, meg hogy azért, akik csak azért jöttek a cseten, tehát a vártnál többen voltunk a cseten, több néző volt, hát miért? Azért, mert hogy balhéra gyűlik a nép, nem ugye? Most, hanem ugye a versenyen. A versenyen, a versenyen elég sok nézőnk volt. Hát a nézőknek mindig örülünk, a nézők mindenki honnan jönnek. Csak én gyanítom, hogy azért is, mert mondt panorám, és hogy szeretne az ember dzsihádot látni, aztán kíváncsi volt mindenki az első körre. Úgyhogy, de nagyon szépen meghazudtolt a mezőny azt, hogy mondt panoráma nem lehet tisztán eljönni. Tudod, mi lehet? Valaki valahol fogadó irodát nyitott, fogadtak a futamokra, vagy jó sokat tettek arra, hogy nagy izé lesz, nagy káosz lesz, aztán így jóval elveszítette mindenki a pénzét. Lehet. Zsolt megírta neked az aranykombót a pálinkával, feltétlenítetsz, vagy jó szilva, lesz, a hagyma szilva. Meg az embereket. Az szilva. Embereket tartja meg távol tőled. Szilva pálesz van, mézem is van, mi véletlen, és egyébként most hagymám is van. Úgyhogy ez a három van, ez a trió, meg szex, azt mondja. Hát, átmegyek a szomszédba. Daninek van egy igen jó bőr öreg néni szomszédja, lehet, hogy őt befűzi. Ez egy következő adás lesz. Igen. Maradjatok velünk, fél óra múlva OnlyFans-en találkozunk. Sziasztok! Na de viccet félretéve. Gratulálunk mindenkinek, mert ez egy nagyon jó bemutatkozó versenyzés volt, úgymond a Mount Panorama, mert itt még nem mentünk. Úgyhogy tényleg örültünk. Bebizonyítottátok, hogy a félelem az jogtalan volt, vagy igen. Túlizgultuk a dolgot. Nagyon kellemes, pozitív csalódás volt. És azt is talán látja így most már mindenki, mert ugye többször szokták azt mondani, hogy van egy baleset. Na mit írnak, te jó Isten, live? Hogy live lesz a közvetítés. Hát ott van az a pénz. ETS RC és OnlyFans mindjárt be is regisztrálom, és akkor... Látod? Egyből jönnek a felállalkozók. A gyerekek, nagyon drága a havidi. Lehet, hogy hamarabb akkor fel is mondhatok a munkájában. Valattól vetközős karriert indít Dani. Ő lesz a pálinkás vetköző, ez lesz a nick neve. Ugyan félbe metszett hagymákkal fogja kenegetni a mézes testét, miközben várjál, a pálinkát. Hát a szegény pénzes sádal, nem tudom, hogy a Gergő itt van-e még vitka, de itt a cseten még írt, hogy nem tudom már, amikor az Ádámot közvetítettük vasárnap, akkor valami nevet aggattunk szegényre, de valami pozitív nevet, csak nem tudom már mi volt az, hogy pénzes, valami Ádám. Jaj, mi volt az? Na Gergő, ha még emlékszel rá, akkor írd meg, légy szíves, nem úgy eszembe. Ricsi, ezt nem is hallottad szerintem. Nem. Krisztián, ne sajnáld a nénit. A néni nagyon szeretne aktív lenni szerintem Daniel mondása alapján. Nem volt még szerencsém találkozni vele, de majd lehet, hogyha lent járunk Daninel, akkor majd bemutatkozik a hölgy, mert állítólag igen aktívan kuksolja a szomszédokat, úgyhogy... Nem, itt ugye ez két oldalú a dolog. Az egyik oldal megvan, a másik oldal én vagyok, ami nincs. Nem ez volt, nem pénzes. Jaj, na, majd vissza kell keresni. Nem megoldja valami, mert gyorsan elkezdtem mondani az Ádámot, hogy pénzes,
és hogy gyors kettőt akartam egyszerre mondani, és egy lett belőle. És nem tudom, mi volt az. Na basszus. Pén, na mindegy, majd eszembe jut. No, de akkor visszatérve, tehát nagyon szép versenyzést láthattunk, úgyhogy köszönjük mindenkinek. Látod, csupa jó tanácsot kapsz szerintem, úgyhogy lehet, hogy péntekenként tartunk egy ilyen lelki segélyszolgálatot számodra, és podcastolni fogsz a nénivel. Jézusom. Nagyobb sikere lesz, mint a futamoknak. Lehet, hogy nem ligát kéne vezetni, tényleg át hát haladni kell a korral. Lehet a kettőt is, hát Amurantnak is megy a több platformon a streamelés, meg a mindenféle, lehet, hogy neked is akkor ilyen multitalentumod van. Na, Gergő eltévedte. Igen. Na, ne hűljük el nagyon a végét, szóval mert nem érdemlitek meg, mármint, hogy megérdemlitek a hülyeséget, csak nem ez a futam, mert tényleg le a kalappal, gratulálunk még egyszer mindenkinek. Eredmények akkor Dani állapotától függően holnap után. Holnap lesznek, mert ráérek, mert nem megyek melózni, úgyhogy hogy holnap időben lesznek eredmények is. És akkor találkozunk azt hiszem 15-én Monzában. Most vasárnap Dani, pedig BTC lesz. Dani, ha abba adja a gyúrást, akkor lesz az övé is olyan, mint a Muratnak. Ne aggódjatok. De hát, ha elég pénzt utaltok számára, akkor lehet, hogy az orvosi vagy az orvos tudomány csodákra képes. Akkor nagyon eltértünk a tártól. Ne haragudj, de a chat iszonyat beindult az öreg nénire és rád, úgyhogy szerintem sosem látott sikert aradsz. Tessék, látod, más is mondja, hogy a műtét csodákra képes, úgyhogy Dani, nincs mesel, kés alá kell feküdni, esetleg, hogyha valaki valamilyen eredményt ér el az év végén a bajnokságban, akkor Daninak mondjuk át kell műtetnie magát, amúgy is ez mondjuk egy tök trendi dolog, úgyhogy hát figyelj, szerintem vállalt be, Dani. Én még fogadni, hát, jó, nem ilyenbe, de ha mondjuk megállapodunk egy olyanba, hogy most mondok valamit, hogyha innentől kezdve az első három körben tiszta versenyek leszek, és nem leszek tömeg balesetek, akkor mit tudom én, mit fogunk csinálni. Én beválnék egy... Én tudom, mert közben Réka is adott a 110 egy... nézőjére, azt mondja, bármit képes lennél szerinte bevállalni, na, és nem is kell botokat fizetni. Szívecske alakul, Melvin Bot tetováltasz magadnak. Jézusom. Az egyik egy szív lesz, a másik meg egy csillag. Na, tényleg köszönjünk el, ezt meghagyjuk a magánhülyeségnek, aki akar még jönni baromkodni interjúszóba, sziasztok! Jó, köszönjük, hogy itt voltatok ma is velünk. Megfogadom a tanácsodat, Zsolti. Szóval vasárnap VTC, és akkor találkozunk május 15-én. Azt hiszem, nézek egy naptára gyorsan. Így van, május 15 Monza. Reméljük, hogy ott is ugyanilyen jó kis verseny lesz mindenkinek. További szép estét. Szerintem ne lőd le a streamet, hogy a chat maradhasson, csak mi köszönünk el. További szép estét mindenkinek. Köszönjük, hogy